A Szerencsi Hivatásos Tűzoltóság ügyeletére érkezett tűzjelzés augusztus 14-én 13 óra körül. Szerencs-Ondon a Hunyadi utcában egy mezőgazdasági vontató gyulladt ki. A tűzesetről az utcában lakó férfi értesítette a parancsnokságot, majd a lakók vízzel teli vödrökkel próbálták megfékezni a lángok terjedését. Háztartási dolgaimat végeztem bent, amikor egy nagy gép zúgására lettem figyelmes, amit mindig érdemes megnézni, mivel keskeny kis úton lakunk, és mindig van mitől félni, unokák, gyerekek, autók kint állnak. És most is így történt, hogy kijöttünk a kapun, és már akkor láttuk, hogy egy nagy pukkanás, és lefékez, megáll, és egy hatalmas füst keletkezett, amit gondoltuk, hogy ez nem természetes. És szerencsére szép nagy család révén menyek, gyerekek, unokák, mindenki itt volt, és láttuk, hogy baj van. És ami rendelkezésünkre állt, vödör, edény, mindennel gyorsan próbáltuk, mert ez logikussá vált, hogy ez valami rendellenes dolog, és hogy hűtsük ezt a gépet. Aztán közben a kisebbik fiam telefonált a tűzoltóságnak, és tudtuk, hogy itt 2-3 perc is sokat számít, hogy az üzemanyag égése ne terjedjen esetleg a gumikra, mivel pár méterre vannak a lakóházak, féltünk, hogy ne talán fel se tudtuk hirtelen mérni, hogy ez most belobbanhat, nem lobbanhat. Ez az egy módja volt, hogy hűtsük a gépet minél hamarabb, és utána szerencsére megérkeztek a tűzoltók, és speciális eszközzel eloltották a tüzet. A riadalom nagy volt, de azért túléltük, és ne történjen ilyen, de ha lesz, akkor máskor ugyanígy segítenénk bárkin. A kiérkező egység megakadályozta az üzemanyag szivárgását és további elfolyását, majd elkezdték a jármű hűtését. A tűzoltók és az utcában élők munkájának köszönhetően személyi sérülés nem történt. Az elsődleges vizsgálatok alapján a tüzet a mezőgazdasági vontató műszaki meghibásodása okozta.